Sziasztok, itt vagyunk ismét, folytatjuk Lara Croft Tomb Raider kalandjait. Itt nem tudom, hogy mi lesz. Jaj, jó, oda megyünk. Kikötjük magunkat. És innen átugrunk ide. Jó. Nehogy leugrodj. Úgy. Hú, ebben a viharban. Elég necces. Ez az ugrálás. De a mi hősünknek ez se okoz akadályt. Ahogy itt megint. Hát az ajtó kell. Hát ez elég necces lesz. Hú, geci! Geci! Ah. Jaj, ne! Még ez is? Nem tudtam, mi hiányzik. We'll be waiting. Nagyon remélem, hogy nem jönnek utánam. Ah! Basszus. Hát ezt biztos nem csinálják utána most már. Na és most. Fogózz meg. De itt mi a faszt kell csinálni? Hát csezd meg, hát mi a faszt kell itt csinálni, bazd meg. Nem is látok semmit most, hogy hova kellene menni, vagy mi van. Nem vagyok kisegítve egyáltalán. Csessze meg. Bassza meg, hát hova, mi a faszt kell itt csinálni? Ez az. Ó, csak összejött. Mi az Isten? Villámlik is. Hát
most padatlan. Ó, jó, itt lesz, jó lesz. Jó. Ez is megvan. Nincs sehol semmi. De azért persze már, hogy ilyen helyeken. Ez is. Geci. Jó, jó, mennyi, mennyi, mennyi. Elértünk. Most akarják felszentelni Csóró Csány. Meg ne zavarodjál már. Mi a szar? Belemegy a lelkébe. Ez nem jött össze. Menjünk oda. Ennyi már csesz meg. Bazd meg, hát ilyet. A kurva anyát. De szar ez a fegyver, bazd meg. Ez visszapattant ide. Na jó. Nem szarakodunk. Anyád. Ne bazd meg! Isten faszára! Jó, hogy nem jöztök százan egyszerre rám. Thank you.
messze, bazd! Összeszedem a kis cuccokat. Na jó, menjünk. Miért? Mi a fasz? Bassza meg! Jó. Aha, itt mi. Eztek basszátok meg, kurva anyád! Csezd meg! Honnan a faszba? Kurva Isten faszára már! 100 felől lőttök egyszerre. Boldogok vagytok? Köcsög robbantós. Jaj. Ne te bazd meg. Te is beszoktad. Mi mindig vagytok. Gyerünk, 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 kislány! Más. Menj már, ne tücsög, mi a fasz szarakodsz itt? Ez az. Jó. Itt egy nagy brut. Ez nem döglött meg. Az meg anyád. Hát ez golyam álló egység. Boom. Aha, hátát kell. Thank you.
Az ki, elbasztam. Megint elbasztam. Megint elbasztam. Nem elég nekem ez a nagy... Kurva nyár! Milyen jó nem is Crysis játszani. Megint elbasztam, hát ilyen nincs a kurva életem. Á, vége. Vagy nem, de bassza meg a kurva jó ég, hát. De akkor nyomtam el, mikor kivillant, bassza az anyját. Na, jó, megint vége. Üdös picsám. Kell össze. Na, hova lettél? Ez az. Dögölj meg! Juhu! Ez nekem fáj. Kinyírtam a nagy dögöt. Fú. Zsír. Hú, 25 golyó. Ettől is kaptunk dolgokat. Gránátot is. Kiszívja a lelkét. Mik a kurva anyád? De bazd meg, hát lőttem volna. Gyerünk, 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 gyerünk. Jó. Hú, van két fegyverem. Az meg hát lőttem a fejét, nem hiszem, hogy ennyi golyótól nem megy szarra. Ez az, végre két fegyverünk van. Jó, hogy van annyi pisztolytartója. Vegyék már el az áramot. Ez az! Hahaha! De beszokta. Boom! Jó. Zsír. Na, él még. Azt se tudja, mi van. Na, kisüt a nap. De fasza.
Látják, hogy kisüt a nap. Ó, de gyorsan leér. She's got Sam. Ne is menjetek segíteni neki, basszus. She did it. Na végre. A francot. I think she's going to be okay. What happened up there? It's over. We can go now. All right, let's get the hell out of here. Na, sikerül már elmenjünk végre azzal a hajóval. I've been so blind. Ideje volt már. For years, I resented my father, doubted him like the rest. Na, megmenekültünk. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Csak nem ennyi volt a játék. Ez így befejezésnek elég vérszegény lenne. Na, felkerültünk már egy nagy hajóra. Don't really know what happened to you on that island. Engem kéne ápolgassanak, nem mást. Messze nekem. Anyway, we'll be home soon. Engem lesz a szarnak. Pedig én mentettem meg a seggüket. I'm not going home. Ennyi volt. Ennyi volt, kész, vége. Én még számítottam valamire. Na. Jól van akkor. Hát akkor végigvittük ezt is. A rejtett cuccokat nem mindet csináltam meg, de azt majd én megcsinálom. Azokról nem hiszem, hogy lesz videó. Úgyhogy, hát mit is mondjak, ez a játék tényleg azt mondom, hogy megérdemli az év címét, legalábbis részemről mindenképp, hogy az év játéka legyen. Nagyon tetszett, nagyon érdekes volt végig, pörgős, nem unatkoztam egyáltalán egyszer se. Voltak dolgok, amik idegesítettek benne, például azt, hogy mindent egy lánynak kell csinálni. Na mindegy, és ezt leszámítva, én azt mondom, hogy tényleg egy nagyon jó játék. Na, hát, mutatja, vannak képek a fejlesztőkről, designerekről, közös csoportként, kép. Végül is nem volt ez a játék egyáltalán rövid, ha azt nézzük. De nem is volt olyan nagyon hosszú. Pont jó, úgy, ahogy van. Nem elvontatott nagyon. Semmi ilyesmi. Itt most mutatta a programozókról, akik készítették a játékot, mindegyikről vannak képek. Ilyet se láttam még. Az animációsok is ott vannak. Két lány is dolgozott. Technical Art and Animation. Csak négyen voltak ennél a szintnél. A hangnál is négyen. Hát. Magyar nevek nincsenek benne. Kyle.
tetszik. Jó, jó játék volt. Ezt úgy jöttem játszani, úgy ültem le mindig játszani, hogy játszodjak már! Első nap egyszerűen nem tudtam volna letenni, hogyha nem lett volna, hogy hazajön barátném, vagy még lett volna pár órám, hogy játszak, végig is ültem volna első nap, mert nem jött, hogy felálljak előre, csak azért álltam mindig fel, mert kellett, mert dolgom volt, úgyhogy nem tudtam folyamatosan itt lenni, de máskülönben ez tényleg olyan játék, hogy leülök, és egy húzamba végighúzom az egészet, mert érdekel és jó. Látványilag nagyon szép volt, grafika is kurva jó volt. Úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve vele. Hát szerintem kihagyom most már, nem lehet kihagyni. Nem baj, akkor felvesszük az egészet. Ez tényleg nem olyan, mint a Dead Space volt, basszus, hogy Dead Space 3 volt, ha jól rémlik, hogy alig vártam, már legyen vége. A játék 15-20%-ánál már azt vártam, hogy mikor lesz már vége, bazd meg. Az egy hosszú játék volt, az biztos, hogy hosszú volt, de kurva unalmas volt, vontatott már, az ember megunta, mindig ugyanott járjál, szinte ugyanazt csinálja. Ennek viszont volt egy értelmes sztoria. Hát értelmes, nem értelmes, de legalább jó volt a sztori. Tehát volt értelme. Még nagy Crysis 3 is, hát arról sem. Az azon kívül, hogy grafikai nagyon szép volt, máskülönben szerintem egy nagyon gyenge játék. Most lehet akárki anyázni, vagy kommentelni, hogy nem igaz. De Crysis 3 az hatalmas csalódás volt számomra. Ha megidegelem magam, akkor előveszem a Crysis 1-et és ezt a vérret, hogy mi a fasznak nevezik azt a részét is, és végigjátszom. Mert a 2-3-at befejeztem, de az 1-et azt nagyon sokan dicsérik. És lehet, hogy megnézem, hogy milyen lett. Ez is lehet, hogy csinálok belőle végigjátszást, ez még nem biztos. De lehet, hogy csinálok már, ha úgyis neki kezdek. És akkor fent lesz mind az összes Crysis szériámból, az összes videó fent lesz. De ez még majd elvárik. Folytatom természetesen a GTA 4-ek videóját, és abból is még rengeteg van hátra. Dota 2-t is csinálom lassan-lassan. Hát most mindennel kicsit úgymond el vagyok maradva, mert sok volt ez így egyszerre. Crysis 3, Tomb Raider, szóval azok, de azok nem is új játékok, hogy most annyira fontos legyen. Hát én ennyit szerettem volna mondani, és annyit, hogy köszönöm szépen a megtekintéseket, hogy néztétek, meg nézitek a videóimat. Remélem, hogy a jövőben is így lesz. Iratkozzatok fel a csatornámra, ha tetszik, lájkoljátok a videókat. Mert egy klikket adni pluszba szerintem nem nagy megerőltetés senkinek. Nekem viszont sokat jelent, mert ösztönöz, hogy csináljam tovább, amit csinálok. A sztorit írta Rihanna Pratchett. Ki sem tudom olvasni a nevét. Suzanne Connor. Ketten írták a sztorit, de jól írták, hogy mehetnének filmet is forgatni simán. Vladimir. Kristóf Konrád. Na, Vladimirnek a szerepét egy magyar. Szerintem magyar. Kristóf Konrád. Csinál. Pont oda néztem, pont megláttam. De sokan dolgoztak rajta, basszus. De biztos megtérül, mert máskülönben nem csinálnám. Londonban volt a Sea Operations. Basszus, nem lehet kihagyni most már. Valahogy. Online.
cuccot is. Japánba csinálták a Square Enix-et. Next Damage. Producer, bla bla bla. Minden esetre ez a Tresefix-es hajcucc, hogy hajszálas cucc is tetszik. Remélem idén még fogjuk viszont látni több játékban is. És azután ez ilyen standard lesz, de nem csak a főszereplőnek a haja legyen ilyen, hanem a többinek is, mert itt a Tomb Raider-ben kicsit azért el van cseszve, mert csak Lara Croftnak van olyan haja. Bár mondjuk a többieket jól megoldották, mert egyszerűen rövid haja volt mindenkinek. Így nem kellett sokat foglalkozzanak vele. Bár az is igaz, hogyha most mindenkinek olyan hosszú haja lenne, és azzal a technológiával lenne megcsinálva, akkor lehet, hogy nekem sem ment volna stabil 45 frame-mel a játék. Szóval akkor lehet, hogy sokan bajba lennének. De míg ezt ki lehet kapcsolni, addig szerintem no para. Akinek bírja a vasa, az úgyis bekapcsolja. Akinek nem bírja a vasa, aznak meg úgyis mindegy. Szóval szerintem ez így van. Hát most már tényleg jó lenne, hogyha vége lenne. Thank you to Roger, bla bla bla. Webmestereket is köszöntik. Minden fele van, látom oldaluk. Van itt minden tanulsz. De ezek is legalább korrektek, megköszönik mindenkinek. Minden. Még a fanklubot is Németországban igazolnak is köszönetet mondanak. Tomb Raider Russia már volt egyszer, csak úgy megjegyzem. Tomraiders.hu. Szóval a magyar oldal is bekerül. Moderátor, adminisztrátorok, Tomb Raider fórumokba is ki van. Na hát aki ott moderátora meg admin, azoknak a neve is most itt megjelent. Az adminisztrátornak nem, mert lehet, hogy nem szeretne sok anyázós üzenetet kapni. Túlélők. Crystal Deluxe. Hát ez a név most így meg ez a Square Enix, ezek a nevek most így a fejembe fognak lenni, mert tényleg nagyot tettek le, és jót alkottak. És teljesen korrekt a cucc. Na. A menü is kurva fasza. 67%-ban van kész csak a sztori. Tehát a főszál az megvan. A többit is be lehet fejezni. Hogyha continue-ről basszuk és folytatjuk, akkor a rejtett cuccokat is meg lehet csinálni. Na, hát akkor ennyi lettem volna. Ha esetleg szeretnétek, hogy a rejtett küldetéseket is megcsináljam, és szeretnétek belőle videót, azt kérem írjátok le kommentbe, és hogyha van rá igény, ha látom, hogy 2-3 ember már kéri, akkor meg fogom csinálni. Nem biztos, hogy így most azonnal, de vagy ezen a héten, vagy jövő héten, akkor elkezdem és csinálom majd azokat is. Hát köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!